következő mesét Kata küldi neked a KNTH gyógyvarázsmese doktorok programon keresztül, és gyógyulj meg minél előbb. A mese címe az, hogy az üres virág cseré. Élt egyszer, nem tudni merre, nem tudni mikor egy bölcs és igazságos király. Csak úgy búsította, hogy nem volt gyermeke. Aztán egyszer azt gondolta, próbát teszek, úgy keresem meg, ki a legtisztább szívű, legbecsületesebb fiú a birodalmamban, azt fiam elfogadom, s ráhagyom a királyságomat. Azzal minden fiú gyermeknek, aki csak az országában lakott, egy-egy marék virágmagot küldött és kihirdette. Aki a legszebb virágokat neveli ezekből a magokból, fiammá fogadom, és trónom örökösévé teszem. A gyerekek elültették a magokat, és gondosan öntözgették reggel, este. Volt köztük egy Lió nevű kisfiú is. Leste, várta, mikor csíráznak ki a magok. Várt egy hónapig, de hiába. Akkor azt mondta neki az anyja, ültesd másféle földbe, hát ha abban kihajt. Megfogadta Lió a tanácsot, de a magok abban sem csíráztak ki. Elérkezett a nap, amikor a király udvarába hívatta a gyerekeket, hogy mutassák meg, milyen virágokat neveltek. Tódult a palotába a sok ünneplő ruhás gyerek, mindegyik egy cserép gyönyörű virágot szorongatott. Persze Lió nem volt közöttük. Szégyelt az üres virágcseréppel a király elébe menni. Végig sétált közöttük a király, megnézte a pompázó virágokat, de egyre csak borúsabb lett az arca. Nem értette senki az okát. Végül megállt a palotája ablakában, és lenézett a térre. Meglátott a sarkon egy sírdogáló kisfiút. Ott állt, üres virágcserepet szorongatott, és sírt. A király leküldte érte a szolgáit, és felhívatta a palotába. Hát te meg miért sírsz? Kérdezte tőle. És Lió höppögve elbeszélte neki, hogy hiába leste, várta, csak nem hajtottak ki azok a magok. Biztosan ez a büntetése, amiért egyszer almát lopott a szomszéd kertjéből. Elmosődött a király, magához ölelte Liót, és kihirdette. Megleltem az én igaz szívű fiamat. Nem értették az emberek, sőt felzúdultak. Éppen ezt, aki az üres virágcseréppel állt a színed elé. A virágmagok, amiket szétosztottam, mondta akkor a király, nem is kelhettek ki, mert leforráztam őket. Láthatjátok most már, ki az egyetlen igaz szívű a gyermekek között. Megértették az emberek, éjjenezték az új királyfit. A többi gyerek pedig szégyenkezve vitte haza sok-sok pompás virágot, mert valamennyien más magot ültettek el, amikor látták, hogy a királyé nem csírázik ki.